Sziasztok! Akkor folytassuk is a videót a 22. részsel, és a 22. átételt fogjuk átbeszélni. Milyen nyomó folyadékokat alkalmazhatunk a hidraulikus szerkezetekben? Beszéljen a hidraulikus rendszer energiajellátó rendszeréről. Mutassa be ezek rajzi jelölését. szavak és fogalmak, amik kellenek nekünk. Víz, emúzió és hidraulika olajok előnyös és hátrányos tulajdonságai hidraulika olajok emberre veszélyes tulajdonságai, környezetre gyakorolt hatások, tartályok anyaga kialakítása részei, szivatjuk fajtái felépítésük, működtetésük, csővezetékek, tömlők jellemzői, szűrők méretei elhelyezkedése, hűtők működése, különböző elemek rajzi jelölése. Nézzük is meg akkor a nyomófolyadékokat energia átvitelére alapvetően minden folyadék alkalmas lenne, mivel hidraulikus berendezések munkafolyadékaitól egyéb tulajdonság is, tulajdonságokat is megkövetelhetünk. Ez a szóba jöhető folyadékok számát jelentősen korlátozza. Víz. Ez, hogyha vízt alkalmaznánk, tehát munkafolyadékként, az jelentős problémákat vetne fel, ugye a korrózió kérdésébe és a forráspont-fagyáspont, hígfolyosság és a kenőképesség miatt. A víz, mint emulzió, keveréke, tehát víz és olaj keveréke, az talán kedvezőbb lenne. Tehát kenést ad, nem korrodál olyan mértékben. Előnyesebb ugye az ásványolaj bázisú folyadékok. Másnéven hidra, hidraulika olajnak nevezzük őket, tehát ásványolaj bázisú folyadékok. Normál követelmények, például a szerszámgépekben is, a leg, legszembe bekig megfelelnek. Tehát, alkalmazási részarányok igen magas. Olyan, hidraulikus berendezésekben, ahol tűzveszély nagy, nem vagy nehezen gyúlékony munkafolyadékok szükségesek. A fenti alkalmazásoknál fennáll a veszélye, hogy az ásványolajbázisú folyadékok sérülések, vezetéktörések miatt az erősen felmelegedett fémrészekben meggyulladnak. Az ásványolajbázisú olajtermékek helyett Ezekben az esetekben vízzel vagy szintetikus olajokkal létrehozott olajkeverékeket használunk. Hidraulikus munkafolyadékok feladata, tehát az energiátvitel a hajtó és hajtott között, ugye? Mozgó kenése és a keletkezett hő elvezetése, korrózió védelem, levált anyagrészek eltávolítása. Munkafolyadék fajtái két csoport van, tehát hidraulikaolajok és nehezen meggyulladó munkafolyadékok, még különböző tulajdonsággal rendelkező fajták is vannak ezen kívül. A tulajdonságokat az alapfolyadék és a kis mennyiségben belekevert adalény, adalékanyag határozza meg. Tehát a hidraulikaolajokat tulajdonságjaiknak, és összetételüknek megfelelő osztályba soroljuk. Hidraulika olaj, HL, hidraulika olaj, HLP, és hidraulika olaj HV, tehát HLP, HL, HV. Kis rajzolom nektek, tehát van a HL, HLP, hidraulika olaj, meg a HV. Ez a háromban jelölésükben a h a hidraulika olajat a további betűk az alkalmazott adalékanyagot jelölik a betűjelöléseket kiegészíti a viszkozitás jelölése azaz izóviszkozitás osztályok hidraulika olajok tulajdonságok és követelményeik hogy a Hidraulika olajok a fenti feladatoknak eleget tudjanak tenni. Az adott üzemi viszonyok támasztotta tulajdonságoknak meg kell felelniük. Tehát megkívánt tulajdonságai: Le, lehetőleg kis sűrűség, csekély összenyomhatóság, nem túl alacsony viszkozitás, jó viszkozitás, hőmérséklet viszony, jó viszkozitás, nyomás viszony jó öregedés ellenállóság nehezen legyen ékető, és ne károsítson más anyagokat. Sőt, levegő kiválasztásos is legyen, habképződésmentes, hidegállóság, kopás és korrózió védelemmel is el legyen látva, és legyen víz kiválasztó képességű, mert hogyha megköti a vizet, az nem valami jó. Hidraulika olajok emberre veszélyes tulajdonságai. A megengedettnél nagyobb nyomás károsíthatja a rendszer elejét és komoly belesüti veszélyforrás lehet. Az üzemi hőmérsékletű munkafolyadék komoly égési sérüléseket okozhat a dolgozóknak. A kifolyt hidraulika olaj csúszás veszélyes és irritáló hatása. És akkor most nézzük is meg a hidraulika olajok könnyezetre gyakorolt hatását környezetszennyező a kifolyt folyadék, a fáradt olaj veszélyes hulladék gyűjtéséről, szállításáról, újrahasznosításáról gondoskodni kell. Nézzük is meg most a hidraulikus berendezés tartályát. Tehát van egy köppeny, hullámtörő lemez, nyílás, amit ugye itt találhatunk. Itt a szűrő a beöntő nyílásnál. Visszafolyó vezeték. Kémlelő ablak, ugye itt nézhetjük meg az olajszintet. 7-es csavar, az alján található. 8 a szívócső. És így nagyjából egyelőre ennyi. És nézzük is meg akkor a hidraulikus berendezés tartály milyen feladatokat feladatoknak kell, hogy eleget tegyen. Tehát befogadja és tárolja a berendezés üzeméhez szükséges nyomófolyadékot. Elvezeti a veszteségi hőt. Benne létrejön a levegő, víz és szilárd anyagok kiválasztása. Ráépíthető egy vagy több szivattyú, a meghajtó motor, valamint további hidraulikó elemek, mint szelepek, tárolók. A korábban részezett feladatokból adódóan a tartály felszereléseinél figyelembe kell venni az irányelveket. A tartály nagysága függ a szivattyú szállítási mennyiségétől, az üzemelésből adódó hőfejlődéstől összefüggésben a max megengedett folyadék hőmérséklettel, a folyadéktérfogat max lehetőséges, max lehetséges különbségétől, ezt felhasználók például a hengerre és a tárolón. Tehát a folyadék térfogat max lehetséges különbségétől is függ a tartály kiválasztása és a nagysága. És akkor nézzük is meg a szivattyúk fajtáit, felépítésüket és működésüket. Szivattyúk ö, feladata ugye, a rendszer működtetéséhez szükség és folyadék mennyiség szállítása megfelelő nyomáson. A hidraulikában a térfogat kiszorítás elvén működő szivattyúkat alkalmaznak főleg. Szivattyú egy energia átalakító, mechanikus energiát hidrosztatikus vagy hidromechanikus energiával alakítja át. Ők is meg a szivattyú fajtájét, át van a Külső fogazású fogaskerekes, belső fogazású, lapátos, csavarósos, szivattyú, soros dugattyús, radiál dugattyús, axiál szivattyú. Csővezetékek tömlők jellemzői. Tehát hajlékony vezeték a tömlő. Van neki egy belső szintetikus gumi második betét, fémszövet vagy textil is lehet, harmadik meg egy külső védő réteg. Csatlakozás lehet vágógyűrűs csatlakozás, és ez a vágógyűrűs ö, csatlakozás, ugye amit itt láthatunk, Ugye ez becsúszik ide. Ugye rátekeljük, És ez a gyűrű megakadályozza, hogy kifolyjon az olaj. Tehát ez a vágó gyűrű megakadályozza, hogy kifolyjon az olaj. Egyébként húzott acélcsőből van. Ez. De most beszéljünk is a szűrők méreteiről és elhelyezéséről. Szűrők a folyadékokból a szennyező anyagokat, vagy anyagot, vagy anyagokat eltávolítják, tárolják, és folyamatos folyadékáramlást biztosítják. Ennek a szűrőnek az anyaga, amit itt most látunk a képen, lehet műanyag szálas, húzalszövetes vagy fémszálas szűrő is. Akkor nézzük is meg ennek a hűtőnek a működését. Remélem azért jól kivehető. Tehát két típusú hűtőt különböztetünk meg. Tehát folyadékhűtő a legjobb hőelvezetés érdekében az olajhűtő csövet. Ugye vízzel tele? Léghűtéses, illetve itt megint egy vízhüttőt látunk, ez egy olajhűtő volt egyébként a képen. Ez meg egy vízhüttő. És ezen kívül még van a léghűtés, amit mindjárt mutat. Itt van a léghűtés is, amit egyes gépjárműveknél, amelyek használunk. És szerintem ennyi is volt ez a 22-es tétel. És akkor további jó tanulást kívánok. És akkor találkozunk az utolsó, 23-as átételnél, nem sokára.